És Vadai Ágnessel folytatjuk, és egy olyan történettel, amit már műsor elején felhoztam, Gruevski ugye volt macedón kormányfő, jó estét Jó kívánok. estét kívánok! És feltűnt nekem azt, hogy ugye Gyurcsány Ferenc, a DK pártelnöke egy nagyon vehemens Facebook posztban kommentálta az eseményeket, amiben azt írta, hogy idézem, ezek a nyomorult bűnözők átjáróházat csináltak hazánkból, kiengedik a baltás gyilkost, beengedik az orosz titkosszolgálat vezetőinek rokonait, most egy köztörvényes macedón politikust, volt miniszterelnöket, Orbán barátját, és van képük az ország biztonságáról hazudozni reggel, délben, meg este. És ehhez képest a miniszterelnökség közleménye pedig nagyon visszafogott volt, és azt hangsúlyozta, hogy a nemzetközi joggal összhangban folytatják le a... És mind mosolyog. Nyilván így folytatják le a nemzetközi joggal összhangban. Ez most nyilván a világ figyelmének a középpontjában van. Na és folytatom, még annyit tettek hozzá, hogy ez kizárólag jogi kérdés. Nem barátság, nem szimpátia, hanem jogi kérdés. Nyilvánvalóan hazudnak. Tehát ugye az elmúlt 24 órában nagyon sok információ látott napvilágra erről az ügyről, hogy a volt macedón miniszterelnök, akit jogerősen két év börtönbüntetésre ítéltek korrupció miatt, ez így azért figyelmeztetőjel itt Közép-Európában sok miniszterelnöknek, őszintén remélem, főleg majd leendő bukott miniszterelnöknek, egész egyszerűen bejutott Magyarország területére. Azt ma már tudjuk, hiszen a macedón belügyminiszter arról nyilatkozott, hogy nem repülőgéppel jött, tehát nagy valószínűséggel a szárazföldön keresztül. Na most ezért ott átjött egy pár határon. Azt tudni kell, hogy neki nem volt érvényes úti okmánya, mert egy másik ügy miatt az egyik macedón bíróság bevonta azt. Magyarország területére beérkezett úgy, valamilyen határon keresztül, ahogy, hogy nem volt érvényes úti okmánya. Ha szabályosan lépett be Magyarország területére, érvényes úti okmány nélkül, akkor ő nem lehetne Budapesten, hanem ott helyben el kellett volna őt fogni, hiszen nem lehet azonosítani, hogy ki ő. Ha a zöld határon keresztül jött be, akkor most ugye ezt nem firtatom, hogy 6,5 milliárdért föltartanak ott egy kerítést, ami mit őriz, de akkor is bűncselekményt követett el ezek szerint, mert érvényes úti okmány nélkül érkezett Magyarországra. Ráadásul ugye a hírek szerint az első éjszakát egy budapesti szállodába töltötte. Na, akkor itt következett be igazán csak a bűncselekmény, mert érvényes úti okmányok nélkül bejelentkezett egy szállodába, fizetett valahogy. Magyarország területén ez az ember bűncselekményt követett el azzal, hogy érvénytelen úti okmány nélkül, valamilyen úti okmánnyal hamisan állította magáról, hogy ő kicsoda. Na most ugye... Ezek után a miniszterelnökség nem egy barátságos közleményt, hanem egy igazán cinikus közleményt adott ki, amikor azt mondta, hogy mivel ez az ember 10 évig Macedónia miniszterelnöke volt, ami azt szeretném mondani, hogy nem érdem, csak egy állapot, méghozzá múló állapot, az is, hogy valaki politikus, az egy múló állapot, ezért őt a budapesti központi irodában fogadták, és ott nyújthatta be a menekültügyi kérelmet. A tranzitzóna helyett. Ami ugye másoknak jut. Én nem olvastam egyetlen olyan jogszabályt sem, D pontba, F pontba, hogy kivéve volt miniszterelnök, akit saját hazájában korrupció miatt jogerősen letöltendő börtönbüntetésre ítéltek. Szóval szerintem egészen felháborító a magyar hatóságoknak a hallgatása és a kormánynak a hallgatása ebben az ügyben. Nagyon sokat mondott, úgyhogy most akkor szállazzuk szét a történetet. Például nagyon sokan próbálkoznak rájönni arra, hogy akkor hogy juthatott ide be. Azt már tudjuk, a 24.hu írta meg, hogy ez a női áruhás történet, ez kamu. De én olvastam egy olyat is, a magyar sajtó átvette, hogy a Deutsche Welle macedón kiadása arról ír, hogy a szerb elnökkel nagyon jó kapcsolatban van Gruevski, és hogy valószínűleg egy ilyen szerb segítségével juthatott át a szerb-macedón határon, és azt mondják, hogy akkor innen a szerb-magyar határra, meg Budapestre már a Deutsche Wellét idézem, Budapestre kocsival, vagy valamelyik Orbán közeli oligarha magánrepülőgépével érkezhetett meg. Erről nyilván semmit nem tudunk, ez egy feltételezés. De hát azért nem, nyilván nem egyszerű valakit így eljuttatni. Tehát az, hogy Szerbiában mi történt, tehát a macedón-szerb határon mi történt, az a macedónok és a szerbek dolga, nyilván el fogják indítani a vizsgálatot. Nekünk az a dolgunk, hogy megtudjuk, hogy mi történt a magyar-szerb határon. Ha valaki érvénytelen úti okmánnyal érkezik meg szabályosan a határátkelőre, én átmentem azon a határátkelőn, ellenőrzik ott az útlevelet. Ha az érvénytelen bevonták, akkor nem léphet be az ország területére egész egyszerűen. Félreállítják, és megkérdezik, hogy ma elnézést, maga mégis mit csinál itt. És útlevele sem volt.
Mert hogy bevonták Na az ez az, útlevelét. és úgy viszont az ember egy nulla csillagos szállodába se jelentkezhet be, hogyha nincsenek okmányai, tehát, mert hogy azt nem, elkérik. Ugye bevonta a macedón bíróság az útlevelét egy másik korrupciós ügy miatt. Tehát neki érvényes macedón útlevele nem volt. Az persze majd lehetséges, hogy valamilyen más típusú irattal érkezett be Magyarországra, nem személyi igazolványa, mert ők nem jöhetnek be személyi igazolványa. Diplomata útlevele sem De volt. Nem, hát minden útlevelet bevonnak ilyenkor természetesen. Általában mondjuk, akinek diplomata útlevele van, ha csak nem csináltat magának külön útlevelet, nem miért csináltatna valaki, hogyha van diplomata útlevele, akkor egy útlevele van. Tehát valahogyan bejutott Magyarország területére. És aztán onnan a határtól, nem tudjuk melyik határon, tehát lehet, hogy az is lehet, hogy ukrán határon keresztül jött, az is lehet, hogy a horvát határon, az is lehet, hogy a szerb határon, vagy román határon, tehát most azt nem tudjuk. A határtól ő valamilyen módon, és feltételezem, hogy csak föltönt volna valakinek, hogy stoppolgat ott az éjszaka folyamán egy úriember, viszonylag jól öltözött úriember, szóval a határtól... Mondjuk, ha én menekülnék, akkor biztos valaki, nem jól öltözöttem menekülnék. De a határtól valaki Budapestig eljutatta ezt az embert. Most ez úgy, hogy ez nincsen megszervezve, ehhez nincs segítség, úgy, hogy közben folyamatos mélységi ellenőrzést is végez a rendőrség, tehát nem csak a határokat ellenőrzik, hanem a határoktól beljebb is végeznek ellenőrzést, hát ezért nem tudom, hogy a lehetséges. Ugye abból, amit mond, abból két feltételezés következik, az egyik az az, hogy ő kapott egy magyar segítséget, nem tudjuk, hogy milyen hát valamit kell, a másik kapnia. Pedig az, hogy a magyar hatóságok meg hibáztak. Na most, egyik se túl jó. Na most ugye az a pozitív feltételezés, jóindulatú feltételezés, hogy a magyar hatóságok hibáztak. Ebben van egy másik feltételezés is lehetséges dolog, hogy a magyar hatóságokat arra utasították, hogy félrenézzenek. Mert hogy egy olyan emberről van szó, aki ezerszállal kötődik Orbán Viktorhoz, és hogyha valaki megnézi ennek a két politikusnak az élettörténetét, a politikai karrierjét, akkor rengeteg hasonlóságot lát. Hát és Orbán Viktor kampányolt is mellette, az majdnem a legkevesebb. De mind a két ember, a magyar és a volt macedón miniszterelnök is nyugatbarátként pozitív személyiségként indult karrierje kezdetén, majd egyszer csak elkezdett az oroszok felé fordulni. Mindkettőre jellemző egy ilyen nagyzási hóbort, Orbán Viktor esetén ugye a stadionok építése, lassan már nincs olyan tényleg, hogy mondjam, tanya, ahol nem húznak föl egy stadiont az adófizetők pénzén. A volt macedón miniszterelnök a nagy sándori világot preferálta, Skopjében az ő miniszterelnökség élén állítottak fel egy óriási nagy sándor szobrot. Mindkettő politikai karrierjében nagy változás is beállt, és fordultak el a nyugattól. A macedón miniszterelnök akkor, amikor a névvita miatt nem vették föl első körbe a NATO-ba, Orbán Viktor pedig az elmúlt időszakban fokozatosan. De ugye most egyelőre nem... És egy mondatot szeretném még ehhez a gondolatsorhoz mondani, hogy és őszintén remélem, hogy mindkettőnek ugyanaz lesz a sorsa. Egyelőre annyit tudunk, hogy az igaz, hogy menekült kérelmet adott be, de nem tudjuk, hogy ezt megkapja-e. Azon kívül, hogy van sok párhuzam, meg van egy barátság, vagy szimpátia, miért érné meg bevédeni egy olyan politikust, akit jogerősen elítéltek a hazájában? Miért vállalná ezt a kockázatot Magyarország? Én azt nem Magyarország vállalja, mert Magyarországon a normális emberek azt gondolják, szerintem, hogy egy ilyen embert ki kell adni. De ilyen mit nyerne ezzel? Én azt a kérdést tenném föl, hogy miért lehetséges az, hogy mióta kiderült ez az ügy, a miniszterelnökség mindösszesen egy ilyen szűkszavú közleményt adott ki, és semmi mást. Nem állt ki egyetlen egy politikusa sem a Fidesz kormánynak, és nem mondta azt, hogy márpedig, akit jogerősen elítéltek, aki bűncselekményt követett el Magyarország területén, és ő azt követte el, hogyha valójában bejelentkezett ebbe a szállodába érvénytelen vagy hamisított úti okmányokkal, hogyha úgy lépte át a határt, hogyha menekült, mert hogy átjött ugye a zöld határa jött, az is feltételezés, hogy esetleg a zöld határa jött át. Ugye a magyar kormány ebben az ügyben nem állt ki világosan. Ehelyett hát de egyébként Hídvégi Balázs nagyon világosan kiállt, és persze. Azt mondta, hogy őt már, hogy Gruevszkit üldözi a baloldali Soros által befolyásolt kormány. Ez azért valahol világos beszél. Ugye,
Van olyan szint, ahol nem tudok lemenni, mert ott tényleg megvernek a hülyeségükkel. Tehát őszintén szóval ezt tudom mondani. Ebben az ügyben viszont ugye, három lehetséges forgatókönyv áll a kormányra. Az első és az egyetlen elfogadható, hogy nem teszi európai maffia központtá Magyarországot azzal, hogy beenged ide tényleg fűtfát, vadvirágot, terroristát, láttunk már emberiesség elleni bűncselekménnyel vádolt szemét, faraón, tehát, és akkor most itt van ez a volt macedón miniszterelnök, hogy egész egyszerűen kiadja, elfogja, tehát már remélem el is fogták. Hát ott volt maga nem, a budapesti elfogják, mert azt viszont tudjuk, hogy a kiadatási kérelem megérkezett az igazságügyi minisztériumhoz, elfogják ezt az embert, és holnap szépen díszkísérettel visszaviszik Macedóniába, mert ez az ember ellopta a macedón emberek pénzét, egész egyszerűen. Ugyan egy kis ügyért ítélték el, de van még ott több ügy, ami miatt neki majd... A másik az, hogy menekült státuszt ad, de azt mondta, hogy három variáció. Igen, a harmadik az, hogy megpróbálják az országból valamilyen irányba kimenekíteni ezt az embert, és fölteszi Orbán Viktor a kezét, és azt mondja, hogy hát ők mindent megtettek volna, de nem történt. Ez a harmadik, ez az útirány, ez leginkább keletfele lehet, hiszen ahogy Orbán Viktor, ugye macedón miniszterelnök is, hogy mondjam, inkább orosz barát, mint nyugat barát. Ebben az egész ügyben az a legszörnyűbb, hogy ennek az embernek az jutott eszébe, hogy Magyarországra jöjjön, és itt kérjen menedékjogot. Egy olyan kormányzás alatt, ahol az ő jó barátja Orbán Viktor a miniszterelnök, érti? Tehát, hogy szerintem ez az igazán katasztrofális, hogy az elmúlt években azt lehetett tapasztalni, hogy Orbán Viktornak ilyen banánköztársasági, meg ilyen félkatonai köztársasági, meg ilyen keleti köztársasági barátai Én vannak, azt remélem, hogy arra aki... a rengeteg kérdés, amit most feltettünk, fogunk de konkrét válaszokat kapni, csak lejárt most az időnk. Igen, csak egy mondatot szeretnék mondani, ha megenged, hogy ez egésznek a következménye sajnos megint Magyarországon és a magyar polgárokon fog csattanni, és ez elfogadhatatlan magatartás Orbán Viktortól. Köszönöm. Én is köszönöm.